mint utólag kiderült, az első félidő utolsó perce, majd a második félidő harmadik perce nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon az 1-0-ás vendég szekszárdi győzelem. Az első játékrész utolsó percében egy jobboldali szekszárdi támadás után Németh Kristóf tisztán középre adhatott, pontos ívelése megtalálta a szekszárd legveszélyesebb csatárát, Fejes Pétert, aki stílszerűen a tőle megszokott módon fejessel vette be a majos kapuját. Ez még nem is annyira, hanem a második félidő eleje hatott sokkolólag a majosiakra. Történt, hogy ezen a meccsen a legjobbjuk Hók Attila Robin úgy szabálytalankodott egy párharcban, hogy a labda érintése után a szekszárdi játékost is, ahogy mondani szokás, elütötte. A játékvezető ezt sárgát érő cselekedetnek értékelte, miután a második sárgával Hókot kiállította. Ezt a majosi hívek zokon vették, mondván legalább fél tucat ilyen, vagy ehhez hasonlatos szabálytalanság történt eddig, ami után továbbot intett a bíró, és itt nem szándékos szabálytalanságot láthattunk, állították a hazai hívek. Innentől a meccsre látogató szekszárdi szurkolók azt várták, hogy csapatuk a hátralévő percekben emberfölényben játszva bebiztosítja a győzelmet. De a majosiak dicséretére legyen mondva, nem ez történt. A majos 10 emberrel is egyenrangú ellenfele volt az UFC-nek, ugyanannyit birtokolta a labdát és támadhatott, mint az első játékrészben. Sőt, még többet. A gól azonban nem igazán volt benne a csapatban, Hók távollétében különösen. De nem elsősorban ezért volt dühös a sokáig a mérkőzés után Tihanyvári László edző, sokkal inkább azért, mert ez már a sokadik olyan meccsük volt, amikor a játék összképe alapján legalább az egyik pontra rászolgáltak volna. De fájó vereség lett belőle, most is. Nem tudott elmenni szó nélkül a tréner, Hók Attila szerinte igazságtalan a meccset befolyásoló kiállítása mellett. Hódmezővásárhelyen megadnak egy olyan gólt, ami nincs benn. Itt a Hók Attila megcsúszott, rálépett a labdára, tény, hogy eltalálta a játékos. De szándék nem de volt. Semmi szándék nem volt benne. Ugyanakkor az ellenfél játékos a könyöklésén nem kap sárgát, majd mindjárt elrúgja a labdát azon, aki kellett volna állítani. Én úgy gondolom, hogy ha egyforma mércével nézzük a dolgokat, abszolút nem volt velünk a játékvezetés. Ne fújjon nekünk, de ilyen nagy hibákat ne kövessen el, és ne nyúljon be a játékba, főleg abban a szituációban, amikor úgy gondolom, hogy domináltunk, amikor nekünk voltak lehetőségeink, és ugye mindent elmond arról, hogy a szekszárd hiába erőködött, nem volt helyzetük. Nekünk megvoltak a lehetőségünk, tény, hogy rosszul játszottuk le a végjátékot. Ezt az UFC is elmondhatja, ám a régi formáját lassan visszanyerő Fejes Péter gólérzékenysége fontos 3 pontot ért a kieső zónába sodródott UFC-nek. Bosszangodok is, hogy 10 emberrel nem sikerült a majos fölé kerekedni. Zártan védekeztek, úgy kezdték a mérkőzést. Viszonylag nehezen is tudtuk föltörni a védelmüket. Szerencsére a 45. percben egy oldalról belőtt labdából sikerült betalálni fejjel. És a kiállítás után sajnos nem tudtunk úgy fölénybe kerekedni, ahogy az szerintem kellett volna. A végén hiányzott a pontosság a játékunkból, és az utolsó kulcspasszok nem sikerültek, ezért nem sikerült több helyzetet, illetve több gólt rúgni. Még nem érzi magát 100%-osnak a szekszárd legjobb támadója. Nagyon ráférne a szekszárdiakra is, amely az új edzővel, a Pécsről érkező Turi Zsolttal nem mondott még le arról, hogy a bajnokság végén gond nélkül bent maradjon, és legalább a 12. helyet meg tudja szerezni a 20 csapatos bajnokságban. Amelyben roppant nehéz lesz bent maradni, hisz a 16-20 helyezettek egyeneságon kiesnek az NB3 középcsoportjából, és a 15. helyen végző sem automatikus bentmaradó.